Tehát akkor, hogyha bármit megváltoztathatna a parlamentben, én akkor ezt a gyűlölet lenne az első, amit... Mindenkinek szeretetet adnék, ha én lennék ottan, én azt mondanám, hogy ennek nincs értelme, mert nem tudom ki honnan jött, meg kik ezek, meg mik ezek, mert nem is ismerem őket, meg nem is akarom, de azt nem lehet így viselkedni ember emberrel, nem lehet. Hogy van? Most jön vagy megy? Nem. Most jött a busszal? Én most jöttem a busszal. Miért tetszik kérdezni? Gattyán György vagyok. Én vagyok a plakáton. Hát pont figyeltem. Ugye, hogy van hasonlóság, mert, nem? Igen, pont figyeltem, mert leültem. A barátok. Ne tessenek fotózni, mert engem Debrecen városában mindenki ismer, és nem szeretem, ha fotóznak. És hogy ismerik Önt? Azért, mert én 15 éves koromtól kezdve itt dolgozok. Mivel tetszett foglalkozni? Én gyors és gépíróként végeztem, és utána a Debreceni Agrártudományi Egyetem tangazdaságban dolgoztam 20 évig. És akkor szabad megnézni, hogy mi ez a digitalizáció, a digitalizáció a megoldás. A legnagyobb vállalkozás, és ez kikre vonatkozik. Ugye elindítottunk egy programot, hogy hogyan lehetne a magyar társadalmon segíteni. Ugye a legfontosabb gondolom az, hogy a pénz az egyik legfontosabb kérdés, hogy hát nincs elég pénz Magyarországon, és milyen olyan programot lehetne elindítani, mivel több pénze lenne Magyarországnak, és erre a digitalizáció az lehet egy megoldás. Mindenki harcol azért, hogy neki legyen. De hogy mi lesz ennek a kimenetele, mikor nem tudnak megegyedni, se gyűlölik egymást. Tehát akkor, hogyha bármit megváltoztathatna a parlamentben, én akkor ezt a gyűlölet lenne az első, amit... Én mindenkinek szeretetet adnék, ha én lennék ottan, én azt mondanám, hogy ennek nincs értelme, mert nem tudom ki honnan jött, meg kik ezek, meg mik ezek, mert nem is ismerem őket, meg nem is akarom, de azt nem lehet így viselkedni ember emberrel, nem lehet. De hogyha már a Jóisten ezt a világot megteremtette, és ide teremtett bennünket a Földre, akkor itt a legfontosabb lenne a szeretet. Igen. És ő a szeretetét ontsa az emberekre, csak itt nem tudnak az emberek, amit ő akart, ami mindenen keresztül ment az emberekért, nem tudják felfogni észre. Itt van a baj. Hiába van valakinek pénze, hogyha közömbösek egymáshoz, nem szeretik egymáshoz, nem ér semmit sem. A szeretet háromszor. Ez kell. Nagyon szépen köszönöm. Mehetnék papnak, igaz? Köszönjük szépen.